Veled együtt 20 perc, vagy vele, vagy néked 20 perc? Velem együtt 20. Kezd el, akkor kérlek. Mert a te időddel játszok, ugye? Tudom. Igen, már hár. Az új tagok bemutatkozása délelőtti szekció lezárult, és most egy érdekes előadás következik. Péter Gézát köszöntöm szeretettel a Péter tanyáról, Tisza Várkony szőlőből, aki azon túl, hogy a közösségünk tagja, talán közöttünk barátság is kialakult, mert találkozunk közösségi alkalmak nélkül is. Ez részben azért van, mert hasonlóan gondolkodunk, és hasonló elvekhez ragaszkodunk, tehát egész biztos vagyok benne, és bátran állítom ide, minden szavával egyetértek, előre merem mondani. Géza a közösségről fog nekünk beszélni, picit többet, mint egy bemutatkozó előadás, ami azért is fontos, mert közösségünk egyre nagyobb. Látjátok, hogy a pártoló tagok csoportjába tömegesen dőlnek befele az emberek, és közöttük is számtalan olyan van, aki pártoló tagból már szinte tagjelölt is lehetne, mert mindene megvan ahhoz, hogy a közösségünkben tag legyen. Közösség nagyon rég eredetű szó, hát a közös égből adódik, mindig is valahogy az együvé tartozó embereket azonosították azzal, hogy közösség. Közösség számtalan féle van. Egyfajta közösség a család, egyfajta közösség a házastársi közösség, az osztály az iskolában, az ország lakosai sorolhatnánk, tehát a kicsitől a nagy felé haladva. De mi közösségünk ettől annyiban másabb, hogy itt hasonló gondolkodású és erősen ugyanaz a nyomvonalon haladó emberek kerültek össze egymás mellé. Kiki hozza magával azt, amiben ő erős, illetve tapasztalt, és tanul olyat mástól, ami számára fontos lehet. Jó ábrendben azt gondolni, hogy egy közösségben azért nincsenek néha ellentétes vélemények, persze, hogy vannak, emberek vagyunk, mindannyian különbözők vagyunk, de ez csak így működhet. Toleranciának is lennie kell egy közösségben, el kell fogadni, hogy mindannyian másképp vagyunk egyformák. De ezzel semmiféle gond nincs. Ennek a közösségnek a nagy előnye az, hogy ahogy látjátok, egyre bővülünk, és az új tagok is úgy érzik, hogy ez egy olyan közösség, ahol érdemes csatlakozni. A mozgatórugó ebben az egészben az, hogy én ugyanúgy tudok örülni, hogyha valamelyik tanyán egy új életfogan, ugyanúgy tudok sírni, hogyha valakinek megdöglik a legkedvesebb lova, mert mintha az enyém lenne. Tehát pontosan átérezzük azokat a gondolatokat, azokat az érzéseket, amit akkor az a társunk érez. Ebből adódik az is, hogy nyugodtan lehet kérdésekkel is odafordulni a másikhoz. Valamire nem tudod a választ, akkor annyi az egész, hogy te figyelj, Marci, nem tudnád esetleg megmondani, hogy ez a rohadt róka mindig bejön. Mindig azt a csirkét viszi el. És akkor Marci megmondja azt a választ, ami nála bejött. Nem biztos, hogy ez a bölcsek köve lesz, de megmondja, hogy ő neki mi vált be. Akkor megkérdezem, hogy Ilona, ne haragudj már, neked is kifúrja a lótücsök a palántákat. Hát nem fúrja, mert nem odaültetem. Ja, hát bocs, akkor én rossz helyre tettem, jövőre okosabb leszek. És ő meg megkérdezi, hogy ne haragudj már, nem indul az a hülye rotakapa, mit csinálnál vele? Hát akkor én ezt csinálnám vele. És akkor kialakul egy ilyen közösségi tudás, ezt úgy hívják egyébként a nagyok, hogy közösségszellemi gondolkodás. Enélkül nem működhet egy közösség se. És természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy van, akinek nem ez a közössége. El kell fogadni. Annak le kell szűrni, hogy nagyon jó, egyetértek a gondolatok 80%-ával, de a fennmaradó meg olyan fontos érték lenne nekem, amit itt nem találok meg, vagy én másképp gondolom, béke veled, keres egy másik közösséget. Ez ilyen dinamikus a közösséget, de mindig dinamikus, mint ahogy születünk és meghalunk. Ez az értékéből egyébként a közösségnek nemhogy elvenne, hanem hozzátesz. És hogyha a mai világállását megnézitek, itt lassan, de tisztán kirajzolódik, hogy csak a közösségek fognak tudni túlélni olyan szinten, hogy az emberi élethez méltó legyen. Kell kire számítani, és itt szerencsére van is kire számítani, és azon meg nem szabad csodálkozni, hogy ez nem egy országos eszme, hogy legyenek minél több közösség, és tartson össze mindenki ebben a formában, ebben a gondolati síkon, ahogy ezt mi képviseljük. De hát ez ezzel jár. Nekünk attól haladni kell az általunk kitaposott úton, amit mi elgondoltunk. Az, hogy itt általánosságban is, bocsánat kérek, hogy ezt most mondom, de makacsabb emberek ülnek, mint mások, az nem csoda, hiszen itt mindenki a két kezével dolgozik. Föl kell reggel, dolgozik, este lefekszik, másnap reggel megint föl kell, és akkor vagy azt látja, hogy jaj, de szépre fejlődött ez a jószág, de szép lett a terményem, vagy azt látja, hogy a fenem megint hiába dolgoztam. De elfogadja azt is, hogy hiába dolgozott, elfogadja, és másnap újra kezdi. És azt mondja, hogy jó, ez most így alakult, neki fogok újra, nem pedig azt mondja, hogy na, akkor feladom az egészet, menjünk, hagyjuk, nincs értelme, beköltözök a 8-ra, az lesz az igazi.
és akkor majd várom a kész tényeket. Itt nem ez történik, szerencsére. Ez természetesen nem könnyű, ez meg is edzi az embereket kellőképpen. Tehát itt, ha egymással is kommunikáltok, ne lepődjetek meg, hogy van, aki vehemensebb, és jobban kiáll az álláspontja mellett, sokszor már azt hittek, hogy hát ez hihetetlen, hát ez ennyire makacs nem lett valaki. De, ne, ez nem makacság, az élet ösztön így hozza. Neki eddig ez vált be. Valaki nagyon cuki, és mindenkit szeret, hol vagy, Sanyi? Tehát ez így is jó, mert ő meg ilyen. Tehát minden közösségbe kell egy Sanyi, meg kell valaki, aki adott esetben jobban köti az ebet a karóz, mint Janu szokta, hogyha neki van egy véleménye, akkor vagy az, vagy az. Tehát hála Istennek vitában nem nagyon lehet bocsátkozni vele, de szegény Marcit is mondhatnám ebben, mert mindig elnyomott, mert tök jó ötletei vannak, és néha lepróbálják szavazni, de nem hagyja magát, mert ő meg szerencsére ilyen. Nem, hát enélkül nem menne, mert azért azt gondolom, hogyha valakinek nem lenne ilyen kitartása, mint a Marcinek, és ha nem állna neki, egymaga megkörmölne egy lovat, tök ismeretlen lovat, ami nem a sajátja, van, aki be sem menne, meg se közelíteni, innen távolról néz, hogy jó van az ott, ahol van, ő bevállalja, a mi lovunkat is bevállalta, úgyhogy nem is látta előtte, csak ott egy ló, megkörmöljük, hát mennyi, hozzad már, csináljuk. Tehát ehhez kell ez a fajta kitartás, és kell ez a fajta magabiztosság. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenkiről példát vehet a maga kis életében. Mi egy mozaikot úgy képzeljétek el, hogy tapadnak ránk különféle színes kis csempedarabok, és így kialakul a mi saját színünk is. Tehát valószínű, hogy egy beszélgetésből is lehet ilyet leszűrni. Például én az Oszival is sokat szoktam beszélgetni, a kislányával is, és mindből tanulunk. Még őtőle is hall az ember a kislányt is olyan gondolatokat, ami de szép, de jó, igaza van. És ezt az ember magáévá próbálja tenni. A gondolatot lehet, hogy átformálja már egy picivel más szemléletmódba, az élettapasztalat miatt, de attól az igazság, az attól az ott van. Tehát ennek a... ennek a közösségnek ez a nagysága. Az internet sokat segít abban nekünk, hogy a közösségi értékeinket meg tudjuk mutatni másoknak is, olyan résztvevőknek, akik még most nincsenek itt, de ahogy Misi is elmondta, érdeklődnek, mint pártolótag, mint csatlakozási lehetőséggel élő tagjelöltek. És sokan ezen meg is lepődnek, hogy miért van itt ilyen tagjelöltség, meg miért nem jött bárki, és nyitjuk ki a kapukat nagyra. Hát pont azért nem nyitjuk ki a kapukat nagyra, mert azért ez a közösség már elérte ezt a színvonalat, elérte azt, hogy képes önállóan gondolkodni, és nem biztos, hogy szüksége van csak azért, hogy valaki legyen tag újabb-újabb emberekre. Nincs erre szükség. Hogy adott esetben a közösségnek ez ne a maximumot hozza ki a közösségből, ezek az új tagjelöltek vagy tagok. Ezt van, aki elfogadja, van, aki nem, de ahogy látjátok, ettől függetlenül mégis fejlődünk. Mindenki hozza maga értékeit, és így haladunk tovább napról napra, évről évre. És minél több ilyen rendezvényünk lesz, annál jobban meg fogjuk ismerni egymást. Hál' Istennek sok új arcot látok én magam itt közületek, akikkel majd biztos, hogy fogok néhány mondatot ma beszélgetni, mert annélkül nem hagyjuk. Aztán vannak régiek is, Attila például, tőzsgyökeres tag. Ővele is lehet mindenről beszélgetni, a régészettől elkezdve a foggal birka herélésig. Tehát bármiben kompetens is tud lenni, tehát ebben ez a tökéletes, hogy mindenről van az embernek valamiféle véleménye. És nem a régi mondás érvényes, hogy a vélemény azért van, hogy tartsd meg magadnak. Itt nyugodtan el lehet mondani, legfeljebb van egy szembeegyeztés, de aztán megyünk tovább, aztán az igazság csak kicsiszolódik előbb-utóbb. Sokszínűség tanyától kezdve, várostól újrakezdő, tanyára költöző, hobbi, hagyományőrzőtől kezdve mindenki került közénk. Mindenki hozta magával azt a szépet, amit ő képvisel. Rosszat szerencsére nem tudok mondani, mert nincs. Azt mindenki megél otthon magába. Vagy amikor hazamegy a négy fal közt, elmondja, a szentség itt neki, hát már megint ez nem igaz, hogy ez mindig a kecskékről beszél, vagy valami. Van ilyen. De hát el kell fogadni, hogy neki az a fontos. Tehát neki az a kincs, az az életében most az érték, erről fog beszélni. Van, aki adott esetben a munkájáról beszél, vagy a technikai vívjányokról beszél, vagy a fegyverekről, vagy a késekről, vagy a pipáról, de ez mindenki így tökéletes. Én jó magam nem pipázok, de örömmel hallgatom, amikor a fiúk beszélgetnek, hogy ilyen pipát vettem, olyan dohány, ezt kóstold meg, ez a jó. Biztos, hogy jó. Mert elhiszem, így egy Misi mondta, hogy elhiszem nekik, mert olyan emberek mondják, akiknek feltétel nélkül elhiszem. Hogyha valaki azt mondja nekem, hogy ez az állatod nem lesz, ő ezt vág le, mert ebből nem lesz tenyés szállat sose, hiába nőtt a szívem, az előbb-utóbb el kell, hogy fogadjam a okosabbnak a döntését, vagy okosabbnak a véleményt, le kell, hogy vágja. De ettől épülünk mellett közelebb, hogyha valaki engem megkérdez, akkor azt mondja, hogy Gergő, ne ülj arra a székre, mert összeszakadsz, mert mondta nekem a Kinga, hogy az nem annyira jó szék. És ha összeszakadsz, akkor összeszakadsz. Ha nem, akkor meg oda mész Kinga, azt mondja, Kinga, tényleg ez a szék, ez nem olyan jó. És akkor Kinga elmondja az ő véleményt, hogy miért nem olyan jó az a szék.
De ez bátran megteheted, bárkihez oda mehetsz. Állj föl, mert össze fogsz szakadni. Ez bárkihoz megteheted, tehát ez benne a nagyság, hogy nyugodtan látatlanban ismerni is lehet a tagoktól, bárkitől bármit kérdezni. Senki nem fog megsértődni, senki nem fogja azt mondani, hogy neked nem válszok, mert ez a vidéki műtyúk, vagy menj innen. Tehát ilyen biztos, hogy nem lesz. Tehát arra bátorítok mindenkit, hogy a közösség attól lesz még szebb, még jobb, hogyha minden gondolatot meg tudunk vitatni. Legyen az élet, legyen az irodalom, legyen az mezőgazdaság, legyen az kultúra, vagy legyen az csúnya szó, de most minden napjainkat képezi a politika. Attól, hogy adott esetben a közösség nem politizál, mindenkinek meg lehet a saját véleménye erről is. Kultúrát formában, ahogy mi is szoktuk, a közösségre ez jellemző, meg is lehet ezt vitatni. Lehet pro és kontra élvelni, de nem kell senkit megtéríteni. Hogyha elfogadja, elfogadja, nem, akkor az ő útja az enyém ez, de ebben meg közösen gondolkodunk, és akkor nincs vele tovább probléma. És a leglényegesebb, hogy azt mindannyian érezhettétek már, akiknek volt szerencséje több rendezvényünkön részt venni, vagy például a tűzgyújtást is tudnám említeni, hogy szinte kézzel fogható a közösség ereje egyes ilyen alkalmakkor. Tehát az a baráti találkozó, az a viszontlátás öröme is, ami akkor megjelenik. Egyesítve azzal, hogy ég a tűz, forralt bort lehet fogyasztani, annak, aki fázik, aki nem fázik, annak teát. Ott is közös gondolatok, de közös az érzet is. Tehát ott az együvé tartozás jelenik meg. Nagy szavak nélkül el lehet ezt mondani. És jó viszont látni annakat, akikkel nem minden nap találkozik az ember. Mert nem várható el, hogy én elmenjek adott esetben Osziékhoz minden nap, hogy megnézem, hogy szegény Osziék hogy vannak, vagy mit fejlődött a jószágállomány, vagy hogy ő eljöjjön hozzánk, hogy na, látom, van már megint két új csirke, jaj, de jó. Tehát nem, de egyesen alkalmakkor találkozunk, örülünk egymásnak, és próbáljuk megosztani azokat az érdekes tényeket, amik addig történtek velünk. Természetesen ezt nem lelkiszemetes lálaként tesszük, hogy ez az idióta szomszéd már megint elszántotta föllem. Nem. De azt is elmondhatjuk, hogy figyelj, úgy védekeztem, hogy ide leütöttem egy szép majd betonvasat, azóta nem szántja el. Tényleg, kipróbálom én is. Működik. Ezek ilyen szintig lemehetnek, egy-egy ilyen panaszból is lehet ötlet. És hát kitől hallgassuk meg, hogyha nem egymástól. Mert itt érdektelen anyagilag az ember egymással kapcsolatban, mert nem fűződik hozzá érdekem, hogy az Erikának olyan tanácsot adjak, ami aztán később nekem kedvező, mert nem erre játszunk. Tehát nem erről szól a dolog. Itt arról szól, hogy aztán amikor Erika azt mondja, hogy figyelj, igazad lett, akkor együtt tudunk örülni. Amikor el tudom mondani Marcinak, hogy Marci tényleg igazad volt, ugrál a ló, mint aki megbolondult, mert meg lett körmű, vagy milyen jó neki. És akkor ő is remélhetőleg örül, hogy igaza volt, jól tett, jó cselekedet volt, én is örülök, hogy tényleg jó lett, tanultam megint egy újat, és akkor haladunk tovább. És akkor ezek a pici visszaigazások azok, amikor nem jelik meg a piszkos anyagé, de ugyanakkor megfejlődik mindenki. És tanulunk. Tanulunk egymástól, és tanulnunk is kell egymástól. Most Janu pont nem tudom, ott van, Janu, meg kell, hogy említselek. Ő ennek egyébként az egyik szószólója, és ebben igaza van, hogy tanulnunk kell egymástól is, és a tapasztalatokat át kell adjuk egymásnak. Sok olyan tudás van, amit nem tudunk még, nem használtunk még mi se, igyekszünk az internetről, de nem mindig az a tuti. Lehet, hogy a kezünknél van közel a megoldás egyes-egyes szituációkra. És sokkal egyszerűbben megtörténik, mint ahogy böngésznénk, vagy keresnénk, fejvesz, hogy mi is lehet a megoldás, közben ott van a kezünkben, és nem látjuk a fától az erdőt. Az erdőtől a fát, teljesen mindegy. Példa volt rá, amikor neki nem volt az egyik jószág, és akkor felfújódott a tehén, és egy olyan módszert mutatott a Janu a csővel, amit hip-hop meg lehet oldani, és akkor nem kell ilyen állatorvos, meg szúrcsap, meg itt, meg ott, meg amott, hanem meg lett oldva a dolog. Egy tanyán például ezek nélkül nem megy. Ilyesmik. Tehát ezt most az interneten keresgéltem volna, akkor biztos találtam volna jól megfizethető dolgokat, meg különféle eszközöket, amit ha megveszel, akkor tuti dicséret, meg ígéret. De nem ez a megoldás. Gyors, kompakt megoldás kellett, meg volt rá. Onnan is úgy mentem haza, hogy volt egy újabb információm erre a dologra. Attilával beszélgettünk a KH-król, a kéményekről. Onnan is úgy ment haza az ember, hogy van egy információ, na úgy ne, ami a terved volt, az úgy pontosan nem lesz jó. Tovább kellett gondolni, még egy éve csúszik a kémény projekt, de majd lesz. Mert vagy olyan kémény lesz, ami működik, vagy nem lesz. Hát most rosszat miért csináljunk? És ő is nem azért mondta, hogy figyelj, tudok én, megcsinálom én neked. Nem, ez szó se jött. Csak azt mondta, hogy figyelj, ez nem lesz így jó. Lecsapódik a pára, kormos lesz, nem lesz jó, kitolsz magaddal. Jó, ez okos ember elfogadja. Úgyhogy ezek is olyan közösségi értékek, amik így egyelőre kicsinek tűnnek, de hogyha ezt összeadjátok, akkor ebből kéne egy lexikon, egy tanyasi közösségi lexikon, és ezt követve jobbak lehetünk.
Minden közösségnek kell egyébként, hogy legyen vezetője. Mi is innen köszönjük ezt a rengeteg áldozatos munkát, amit ebbe belefektet. Ne temesd a kezedbe a homlokat, de ezt meg kell említeni. Mert ha nincs vezető, ha nincs irányvonal, akkor az egész átalakul egy ilyen pokorra, ami mindenfelé nő, és mint egy folyó növény elkezd ilyen vadhajtások felé menni. Ez sem hasznos egy közösségnek. Tehát ezért is kell, hogy legyen ilyen, és köszönjük is azt a munkát, amit ebbe a közösségbe belefektetsz. A közösségnek is kell mindig újabb erő. Tehát ez ugyanúgy, hogyha ellaposodik, mert nincs új információ, akkor az egész megül. Mindig kell valami, ami megmozgatja ezt az egészet. Most jól jött ez a pártoltagság, hogy újabb emberek jönnek, újabb vélemények jelennek meg, mindig kap egy kis lökést. És akkor, amikor fölérünk a csúcsra, akkor nem az, hogy elkezdünk hanyatlani, hanem újra elkezdünk föntebb menni, és akkor egy ilyen lépcsőn haladunk fölfelé, és remélhetőleg ez jó sokáig fog tartani. Úgyhogy ennyit szerettem volna, jó tartalom, most én már jó elcsendesedett mindenki a közösségről nektek mondani, és hogy élvezzétek a közösség minden pillanatát, használjátok, hogy kérdezhetünk egymástól, használjátok, hogy beszélgethetünk egymással, mint ember az emberrel, nem Messengeren, nem Facebookon, mert ez nagyon nagy érték. És találjátok meg a másikban is az értéket, ami számotokra fontos.